tehát a körzetesen mindig lehet. Azt, hogyha azt kérdezi, hogy a esetleges védelmi szándékokat körzetesen megosztják el önök, akkor hogy egyértelmű az a válasz, hogy nem, hiszen nem az érdekük nyilvánvalóan. Az előfordul elveléseken, hogy ilyenek az előző vásárlás jogállal, ha védett műtárgyról van szó, az is lehetséges, hogy megbízottakon keresztül vásárolnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évek tapasztalat az, hogyha van egy-egy szép iparművészeti szempontból izgalmas darab, akkor arra ők azért mindig nyitott szemmel, vagy a helyszínű, vagy a távolból rét vannak, és akkor őket is a vásárlóink között tudhatjuk. És akkor volt még itt egy kérdésem. Igen, ugye hagyományosan minden árverező ugyanúgy lehet licitálni, mint nálunk is, aki távol lévő licitáló esetében lehetséges telefonon, ami ő kérdez, hogy egy real-time módszer egy monitoron keresztül követhető, az árverés követhető, azonban licitálni jelenleg nem lehet ezt a technikai megoldást most még nem tudtuk bevezetni. Nyomon követhető, monitorral követve, e-mailen egyébként lehet vételi szándékot jelezni, de ez nyilván meg egy adminisztratív munka, úgyhogy marad a helyi regisztráció követve az élő licit, a távol lévő telefonon tudnak, vagy éppen megvizetni.